Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nacsa Lőrinc, a KDNP szóvivője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Képviselő úr, így ünneptáján, amikor az egész ország ünnepel, a zsidóknál sovó, ott a tóraadás ünnepe van, a mi keresztény testvéreinknél pünkösd van. Együtt lép föl ma ebben a műsorban Mohos Gábor püspök úrral, aki a bazilika plébánosa, úgyhogy őt kérdezem majd ön után, mit tud nekünk mondani erről az ünnepről és ennek az ünnepnek az aktuál politikai részéről, hisz mint keresztény emberek a miniszterelnök a pátriárkát is megpróbálja megvédeni. Úgy látszik ez annak hatása, hogy mégiscsak 70 éven keresztül sztálini módszerekkel az egyházakat elnyomták nálunk. Lehet, hogy jól látom, és ezért kell, hogy mellé álljunk. Teljesen a pünkös az egy nagyon fontos és nagyon szép ünnep. Kicsit a misszió ünnepének tartom, hiszen azt ünnepeljük, hogy mi keresztények, hogy a Jóisten elküldte a Szent Lelkét, és mostani időkben is szükségünk van a bölcsesség lelkére, a bátorság lelkére, az erősség lelkére. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak szüksége van ezekre az adományokra, a aktuálpolitikai küzdelmekben is, az európai helyzetben is, és igen, ahogy ön is mondta, nagyon fontos, hogy ezeket az ünnepeinket megüljük, ezekre az ünnepeinkre emlékezzünk, álljunk meg egy pillanatra, foglalkozzunk velük, ne csak úgy elsuhanjanak mellettünk, ne csak azt mondjuk, hogy ez egy hosszú hétvége, és milyen jó, hogy egyel több pihenőnap van a hétvégén, hanem az ünnep lényegével is foglalkozzunk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Nem tudom, mennyire jártas az Ószövetségben, de az ószövetségiek szombat este állt be náluk a sovót, és az éjszakát tanulással töltik. Valamikor tanultam új szövetséget is, és ha jól emlékszem, de már nem vagyok biztos, hát így, amikor az ember már közeleg a 70-hez, akkor felejt önöknél is, mintha ilyenkor, pünköstkör, egy kicsit a tanulással is kell foglalkozni. Természetesen meg az ember saját feladatával a világban, hogy a Szentlélek tud abban segíteni, hogy azokat a küzdelmeket, azokat a feladatokat, azt a hivatást, amelyet mindannyian betöltünk a saját helyünkön, azt hogyan végezzük, mik a kihívásaink a következő időszakban, mikhez kérünk erőt, mik azok a nehézségek, amiket le kell küzdenünk. Picit átgondolja az ember az előtt álló időszakot is, meg megáll egy pillanatra. Ráadásul nekünk családilag különösen szép ünnep ez a püspökösben, az első fiam első áldozó most a hétvégén. Ezt gratulálok, és már is így át tudunk a másik témába venni. Gazdasági világválság kopogtat az ajtónkon, de bízhatunk-e abba, hogy a kormány a családtámogatást, a gyermekvállalást ugyanúgy továbbra is fogja a gazdasági helyzet ellenére támogatni, mindez idáig? Ugye a miniszterelnöknek 4 határozott ígérete volt, és ahogy most például a olajembargós ügynél is látszik, itt a elmúlt napok eseményeinél mi betartjuk az ígéreteinket. A 4 ígéret úgy hangzott, hogy meg fogjuk őrizni a rezsicsökkentést, a foglalkoztatottságot, a teljes foglalkoztatottságot, a családtámogatásokat és a nyugdíjak reálértékét. Ezeket vállaltuk és ezt szerint dolgozunk. Az elmúlt időszakban Európa legszélesebb családtámogatási rendszere épült ki Magyarországon. Az Unióban első helyen vagyunk a GDP arányos ráfordítással, amit a családok támogatására, megerősítésére költünk. A családot mi egy közösségnek tekintjük, a társadalom alkotó elemének, a legfontosabb közösségnek, amit támogatni, védeni, segíteni kell. Erről szól a családtámogatási rendszer, hogy a családok saját otthonhoz jussanak, megszülethessenek a kívánt gyermekek, hogy a gyermekvállalásnak ne legyenek anyagi akadályai, és természetesen az a sokrétű támogatási rendszer, ami főiskolától a foglalkoztatásig, az adókedvezményektől, az otthonteremtési programokon keresztül, a autóvásárláson át a különböző babaváró támogatási bezárólag olyan széles, hogy minden egy család megtalálhatja. Csak emlékeztetésünk nézünk, hogy az autóvásárlás a nagy családosokról, hogy ők is együtt tudjanak venni. Így van. Tehát nem ajándékba valaki autót kap. Így van. Olyan széles a családtámogatási rendszer,
hogy minden fiatal pár vagy már gyermekkel rendelkező család megtalálhatja azt az elemét a családtámogatási rendszernek, ami rá vonatkozik és amit igénybe tud venni. Amikor sajnálatos módon a Fidesz távozott az Európai Néppárttól, akkor a KDNP képviselője Hörvényi képviselő úr maradt a néppártba. A mai műsorunk erről a szalagcímről szól, hogy Luxemburgban Navracsics Tibor egy konferencián úgy tűnik a ATV.hu-nak, Csuha Ildikónak adott interjúba, minthogyha közelednénk és próbálnánk valami módon rendezni a néppárttal a dolgainkat. Mit tud erről mondani? Ugye nem csak Hörvényi György maradt, ő a frakcióban maradt, az egész pártunk maradt a néppártban. És annak idején Navracsics miniszter úr, amikor európai kép biztos volt, ő is aktiválta a KDNP-s tagságát. Természetesen, és az elmúlt héten voltunk Rotterdamban az Európai Néppárt tisztújtó kongresszusán. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úr pártnöki minőségében vezette a delegációt, és ott is beszéltünk a néppárt különböző tisztségviselőivel. Szerintem nem egyszerű az európai helyzet, de mindegy, hogy ki hol van és milyen módon dolgozik az európai politikában. Nekünk, legyen az miniszter, képviselő, európai parlamenti képviselő, vagy bármilyen pozícióban, aki dolgozik az európai szintéren, egy dolgot tart szem előtt, a magyar nemzeti érdeket. És a magyar nemzeti érdekhez kellenek szövetségesek mindenhonnan, kellenek szövetségesek a világ minden tájáról, nyugatról, keletről, északról, délről. Az európai pártpolitika is egy nagyon színes paletta. Látjuk azt, hogy bizonyos ügyekben mások a szövetségeseink, bizonyos ügyekben pedig a természetes szövetségeseinkre találunk, és vannak olyan ügyek. Most például legutóbb a litván elnök köszönte meg a magyar miniszterelnöknek az olajembargóban való kiállását, és hogy megmentette a kelet-közép-európai gazdaságokat kvázi egyedül a kiállásával. De volt olyan ügy, például a gázszállítások ügyében a politikailag szövetségeseinknek nem annyira mondható mostani német kormányra találtunk szövetségesbe, és működtünk velük együtt. Tehát érdekes ez az európai politika, mindig olyan szövetségeseket kell keresni az ügyek mellé, ahol mi határozottan tudjuk a magyar nemzeti érdeket képviselni. Akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a pünkösd megérkezett, és a Szentlélek segítségével is dolgaink jobbra válnak? Ez lesz jellemző a parlamentben is? Nagy szükség van a Szentlélekre az európai politikában is. Bármennyire is megpróbálják eltagadni, azért az európai mainstream az, hogy a Jóisten nevét, a rávaló hivatkozást, a keresztény szavakat, ilyes jelzőket, azt minél messzebb tegyük a konkrét papíroktól, alapszabályoktól és irányvonalaktól. Amikor gyártunk egy témára, írunk egy papírt, egy irányvonalat, egy anyagot, akkor nem szeretik, hogyha szerepelnek bennük ezek a szavak. Márpedig mi tudjuk, hogy erre szükség van. Mi határozottan fogjuk képviselni akkor is ezt, amikor ez nem a népszerű álláspont mondjuk Brüsszelbe, mert ők azt gondolják a kereszténységről, a keresztény demokráciáról, hogy egyszer volt ilyen, akkor fontos volt, akkor jó volt, de már ezt ők meghaladták, és lett a liberális demokrácia, a mostani progresszív világ, ezért a kereszténységet és a keresztény demokráciát azt be lehet zárni egy vitrínbe, egy múzeumba, és lehet mutogatni, hogy annó volt ilyen, de ez most már nem egy élő dolog. Mi pedig azt gondoljuk, hogy ez nem csak az örökségünk, hanem a jövő is. Egyébként az Európai Unió is egy kereszténydemokrata innováció volt. Lehet, hogy ők már elfelejtették, hogy volt Barankovics is, és nem véletlenül van önöknek egy Barankovics alapítványuk. Meg volt Robert Schuman, és volt Konrad Adenauer, és Ácsi de Gasperi, és számos olyan európai politikus Magyarországról is, és szerte Európából, aki a kereszténydemokrata gondolatot nem csak képviselte, hanem megélte, fontosnak tartotta, és a törvényhozásba is bevitte. És még egyszer mondom, az összes nagy európai innováció az kereszténydemokratákhoz kötődik. Engedje meg, hogy egy kicsit izraeli módon búcsúzzak önöktől, ahol mindig hozzáteszik, hogy békés boldog pünkösdöt kívánok ezekben a háborús pillanatokban, és bízom benne, hogy a Szentlélek áramlása, ahogy önök mondják, segíteni fog Ukrajna népének is ebbe az orosz-ukrán háborúba. Békés ünnepet kívánok én is.